Igen. Hallotta, hogy van egy harmadik lányom. Igen, igen, hallottam. Igen, igen. Senki, senki. Zajt hallottam, azt hittem, de nincs ki senki. Jaj, de jó. Nem szeretném, ha elterjedne ez a butaság. Persze. Mert ez az. Ostobaság. Nekem ugyanis csak két lányom van. Rendben, megértettem. Remélem nem haragszik meg, de nekem úgy tűnt, hogy Ines meggyőződéssel mondta, nem? Inesből csak a bosszú beszél. Á, értem. És tudja, egy nő sok mindenre képes, hogy bosszút álljon. Jól van. Ha ennyire biztos benne, akkor rendben van. Igen. Jó. És nem akarok többet beszélni róla. Rendben. Ezek szerint, ha jól értem, a lányának sem akar szólni róla, ugye? Nem. És maga se szóljon. Vegye fel a kezét! Úgy látszik, Tangó meg Karolina együtt jártak. Ezt nem hiszem el, anya, és szerinted még most nem, is jártak? Nem, de Tangó követi Karolinát mindenhová. Nem tud megszabadulni tőle. Ne, ez képtelenség, hihetetlen, anya, ez nagyon nem furcsa. Különös, rémes, szörnyen érzem maga, mert Laurita nem ezt érdemelné. Hát hiszen nem. Annyit szenvedett már. Sokat szenvedett, nagyon. Sziasztok! Ó, szia, Lauri! Szia! Viszek magamban a pulóvert. Persze, vigyél ilyen elzőben, hogy megtalálkozik a kövös lesz. Szia! Hová csomagolsz? Mendozába. Á, az jó. Karolina részt vesz egy divat bemutatón. Á, ez nagyszerű, örülök neki. De rohannom kell, nehogy miattam lekésük a gépet. Mi majd drukkolunk. Nem hiszek a szememnek, Tangó. Mi történt? Ki akartak rabolni? Jó, hogy nem lőttél rájuk, különben zűrben lennél. Nem, csapdát állítottak. Figyelj, öreg. Nem akarsz visszajönni Zsarunak? Nem, kösz. Most testőrként dolgozom. Testőr? Az kockázatosabb meló. Majd beugrok hozzátok, aztán eszünk egy pizzát, mint a régi szép időkben. Jó, gyere csak nyugodtan. Kösz, haver. Gyere csak nyugodtan. Sziasztok. Tegyél feljelentést. Az lesz az első. Minden jót. Ásványvizet? Igen, köszönöm. Lejöhetek? Jó, hát persze. Egy ásványvizet legyen szíves. Hogy van? Hát, mit mondjak? Van valami hír? Nem, egyelőre semmi. Parancsoljon. Hideg ez a kávé. Köszönöm. Legyen szíves. Már is kicserélem, uram. Eszembe jutott, és ez nem kotnyeleskedés, de sok embert ismerek a városban. Talán segíthetnék valahogy, tehát számíthat rám. Azt megköszönném, mert jelenleg, köszönöm, az a legfontosabb, hogy megtaláljam a lányomat. Gondolom érti, miről beszélek. Persze. Nagyon szereti a lányát? Hát persze, hogy ne. Ő az életem, a születése óta más vagyok. Megértem. Megértem. Jó. Én is valahogy így érzek, hogy... a történtek után lettem olyan, amilyen vagyok. És valójában most félek először. Mitől fél? Mitől fél? Hogy őrültséget csinál. De... őrültséget? Nem, nem. Hasonlít a nővérére. Mindketten merészek és erősek. Szerintem koncentráljon arra, hogy megtalálja a lányát, és behozza az elveszett időt. Egyedül ez az egy dolog tart életben. De ugyanakkor érzem, hogy bármire képes vagyok, hogy visszaszerezzem a lányomat. Az apjának? A harmadik lánya? Úgy tűnik.
Követtem Agirrét, ahogy neked is mondtam. Kiderült, hogy a kórházba ment be apámhoz. Tárva volt az ajtó. Hallottam minden egyes szót. Ez nem lehet. Hogy az apjának van egy harmadik lánya? Engem nem lep meg, hogy van gyereke rajtunk kívül is. Nem ő volt a hűség szobra. Nora, tudod, mennyit szenvedett anyám? De Paz, várjon, nézzük. Nem gondolt arra, hogy találkozzon a lányjal, vagyis mennyi idős is lehet? Nem. Nem, Nora, és nem is kíváncsi. Nem, hagyd abba, légy szíves. Elég. El sem mondja Viktóriának. Viktóriának, dehogy, így is épp elég gondja van szegénynek, és én még tetézzem. Nem. De Paz, várjon, hiszen a testvérük az a nő, az övé és a magáé. Testvérünk? A testvérük. Figyelj, Nora. Ha az a nő létezik, nem a testvérem. Részben miatta kellett annyit szenvednie anyámnak egész életében. Elég volt. Én vagyok, Inés. Mit akar Santiago? Tudod, hogy Paz testőre meghallottam, amikor azt mondtad, hogy van még egy lányom. A harmadik. Ez az igazság. Figyelj ide, kérlek. Ne hozd szóba ezt soha többé, mert ez abszurd. Szerintem nem akarsz szembenézni a valósággal. Mit akarsz tőlem, Inés? Világos leszek. Nem akarom, hogy zaklasd se Pászt, se Viktóriát. Gondoltam én is, hogy nem akarod. Nyilván nem szeretnék tudni, mit tettél az unokáddal. Mi a hallgatásod ára? Mondj egy számot. Tudod, hogy nagy lelkű vagyok. Mindig is az voltam. Ines! Szia, Viktória! Szia! Tango, azt mondta, hogy te küldted őt a szülészhez. Igen. Mondtam neki, hogy nem nyugszom bele. Az az ember elárult. Vallania kell. Talán majd egy nap tudok neked hinni, apa. Mit akarsz tenni? Tovább kutatok. Még meg nem találom a lányomat. Mert megtalálom, apa. És végül megtudhatom, mi történt valójában. Várj. Gyere, segítek. Levesszük az akódat. Rémes, hogy mit tettek veled. Összevertek. Ki lehetett ilyen elvetemült az ég szerelmére? Piti mocskos rablók, Gino, ennyi. Nem kell vele foglalkozni. Na jó, feküdj le egy kicsit. Gyerünk rajta. Ez az. Próbálj megnyugodni, semmi izgalom. Most tedd fel a lábad. Ne fogdosd már, engedj el! Nem makacskodj, ilyen erős ember, de nem emeli fel a lábad. Na, ez az. Nem a testem sérült, a lelkem. Gyere! Nézd, mit tettek a társaddal. Többen lehettek, egy ember nem bánhatott el vele így. Hagyd abba, Gino, elég, hadd beszéljek Pacsikóval. Ne hozzak jeget az arcodra. Majd később talán. Jól van. Köszönöm. Nincs mit. Mi történt? A sógorod meg a haverjai összevertek. Még mindig nem fér a fejembe, asszonyom, ez hihetetlen. Nézze meg. Nem tudom, hogy... Minden rendben, Barbarita? És milyen volt a terapeuta? Rokon szembes? Szerintem aranyos, de az a lényeg, hogy te jól érezd magad. Jó volt? Anya, ne nyaggass már! Jaj, kicsi. Folyton rágod a fülemet! Foglalkozom veled, de szállj le rólam, légy szíves, jó? Szállj le rólam!
hagyja. Majd én utána nézek. Haragszik még? Én? Miért? Mert titkolózom. Bocsánat. Bocsásson meg, vannak dolgok, amiket sajnos nem mondhatok el. Jaj, ne magyarázkodjon Ágérre, maga is tisztában van vele, hogy elmondhatja, csak hogy nem akarja. Néha jobb nem tudni mindent, asszonyom. Ne keressen kifogást. Maga a testőröm. És rájöttem, hogy nem a barátom. Megint maga az! Távozzon! Nev! Most mondjon el mindent, amit tud. Menjen innen! Nincs miről beszélgetni! Nem! Ebben téved. Sok mindenről kell beszélgetnünk. Hallgatom. Tegye el azt a pisztolyt, nem. Tegye már el. Könyörgök. Nem értett meg. Nincs már veszíteni valóm. A gyermekem elveszett. És ezért akar megölni? Kérem. Mi bajom eshet, ha megölöm? Bezárnak? Kit érdekel? Rab voltam egész életemben. A fájdalom és a bánat rabja. Könyörgök, tegy el a pisztolyt. Tegye el, beszélgessünk. Nem, beszélgessünk. Nem. Nyugodjon meg, kérem, nyugodjon meg, most nagyon ideges. Könyörgök, maga tudja. Beszélj. Nem. Beszélj. Nem tudok semmit. De. Nem ismertem az apját, amikor az a gyerek született. Esküszöm. Tudom én, hogy tudja. Nem, esküszöm, hogy nem. Beszéljen. Esküszöm, hogy nem tudok semmit. Tegy el a pisztolyt. Beszélgessünk. Kérem, nyugodjon meg. Nagyon zakatott, látom magát. Nem tudom, mit tegyek. Azt sem tudom, hol keressem a lányomat. Az orvos, aki mellettem volt, a szülésnél... Eltűnt, nyoma veszett. Nincs semmi másom, csak néhány szürke kődarab. És senki nem mond semmit. És én ezt nem bírom tovább. Egyszerűen nem. Nem bírom tovább. Nyugodjon meg! Nyugodjon meg, kérem, nyugodjon meg! Sejtem, hogy mit érez, én is anya vagyok! Victoria! Victoria! Szegénykém! Még ilyet! Micsoda kupleráj van itt! Lehetnél egy kicsit rendesebb is, nem? Ne játsz, Norita! Tudom, hogy ellenőrzöl. Agyan már, hogy gondolhatsz rólam ilyesmit? Agyan. Kiskoromban is ez volt, emlékszel? Folyton aggódtál, nehogy leessek a lépcsőn. Hát persze, mert folyton izektél, mozogtál, mint egy sajtkukac. Norita? Igen? Válaszolsz, ha kérdezek valamit? Persze. Mit gondolsz Gizsóról? Gizsó, mit is gondolok? Hát, hogy... Nagyon jó teniszező. Ugyan kérlek, ne beszélj elé. Nem olyan mondtam. Tessék, nyitva van. Zavarok? Nem. Nem. Gizsóról beszélgettünk. Igen, a fiú tehetséges teniszező, nem? Szóval hát Gizsóra akkor én megyek is. Persze, megy. Tehát róla beszélgettetek. Igen. Találkoztam ma az apjával. Tényleg? Igen, és azt mondta, hogy nagyon oda van érted a fia. Na, folyton hívogat. Igen? Őrült ötletei vannak, hogy házasodjunk össze. Szerintem ez nem őrült ötlet. Nem. Gizsó elég rendes fiú, jó családból származik, régóta ismerjük egymást. Régen fülig szerelmes voltál belé.
Ráadásul, ha jól emlékszem, ő volt neked az első, ugye? Igen. Látod? A 15. szülinapodon tánc közben azt súgtad, Gizsó lesz a férjed. Mindenre emlékszem. Szóval, szerinted menjek hozzá a feleségül? Ideje, hogy változtass az életeden. És úgy látom, hogy Gizsó alkalmas rá, hogy segítsen ebben. Ezen kívül mindent megszervezhetünk együtt. Óriási kaland lesz. Mindegyikünkre ráfér egy kis öröm végre, és egy esküvő mindenkinek jót tenne, nem? Köszönöm. Szívesen. Na jó. És most jobb lesz, ha elmegyek. Az apja odaadta. Tessék. Azt mondta, hogy odaadta valakinek a gyereket. De kinek? Azt nem tudom. Esküszöm a két gyerekemre. Tényleg nem tudom. Odaadta. Az apám odaadta. Megéreztem. Esküszöm, hogy tudtam. Megéreztem. Most már legalább tudja, hogy életben van. Igen. De miért? Miért tette ezt? Azt gondolta, hogy... Mit gondolt? Hogy maga túl fiatal még egy kisgyerek neveléséhez, és hogy a társadalom megszólná magát is, meg a családját is, a szülők már csak ilyenek. Azt hitte, így lesz a legjobb. De... Miért tette ezt? Miért? Mindig szerettem apámat. Tudja, hogy én nagyon szeretem őt. Talán nem kellett volna elmondanom. De... Bocsánat. Semmi baj. 10 évig hallgattam, rejtegettem a titkot. Igen. 10 évig. Az egyetlen hibám az volt, hogy beleszerettem az apjába. Imádtam, imádtam. Jól van. Megértem. Ne aggódjon. Nem szólok apámnak, hogy maga elmondta nekem. Köszönöm. Nem. Én köszönöm. Amit most elmondott, az sokat jelent nekem. Örökké hálás leszek magának érte. Ne csináljon butaságot, kérem. Emma egyáltalán nem értette, miért ez a hallgatás. És ez a végtelen nagy távolság, ami majd szétszakadta. Bocsánat, látom, éppen ír. Igen, eddig éppen írtam. A testőrő segény, hogy halad? Megy. Szeretnék engedélyt kérni, hogy elmehessek egy kicsit. Elmegy? Uh-huh. Találkoznom kell valakivel. Bocsánat, Agirre, hívja ide az illetőt. Fogadhatja a szobájában, vagy a konyhában. Egyet kérek magától, ne járják össze a házat a barátai, jó? Ha szólna nekik. Rendben, asszonyom. Uh-huh. Úgy lesz, ahogy kéri. Jó. Mi újság van, Tango? Ernesto,
Jó, hát akkor elkezdtem. Meg vagyunk. Igazából most boldog vagyok. Igen, egy olyan után, mint Julián, felüdülés Ernestóval lenni. Nagyon jó. Aha, persze. Minden esetre ne kapkodd el, a férfiak kiszámíthatatlanok. Volt már részed meglepetésben, nem kell kapkodni. Igen, nem kapkodok, főleg Páncsító miatt nem, mert nem könnyű neki elfogadni egy másik embert, és... Tatjana, igen, igaz. Bejönnél egy kicsit? Tatjana, no csak. Megyek, fia, mit szeretnél? Á, kinyitod? Na, mi igen. Szia. Mi történt? Mi van az arcoddal? Mi a baj? Mit csinált Julián? Mi? Nem értem, mire gondolsz. Mit nem értesz? Bántott? Erőszakoskodott? Nem tudtam mit tenni. Esküszöm. Kényszerített. Az egész gyötrelmes volt. Megölöm a mocsadékot. Felejtsd el, nem ér annyit, felejtsd el! Nézd, mit tettek a haverjai. A rohadék meg távolról nézte. Jaj, tudtam, hogy nem fog békén hagyni. Bántottad őket? Dehogy. Egyelőre. Na jó. Lássuk csak. Tessék, és most érintse meg a paklit. De gonosz vagy te, Nora. Gonosz vagy. Ezerszer megkértelek már, hogy jósolj nekem, de te egyszer sem akartál. Gyűlöllek, gyűlöllek! Egy pillanat, te meg ide hallgass. Nem arról van szó, hogy nem akarok jósolni neked. Egyelőre még csak tanulom a módszert, úgyhogy még gyakorolnom kell. És én vagyok a kísérleti nyúl. Nem, uram, nyugodjon meg, én megbízható ember vagyok, he? De még csak most tanulom ezt, próbálom megérteni a módszer lényegét a gyakorlatban. Persze, értjük, de most így kezemben Norita. Mi lesz a szerelmemből beszúli irány? Nem, várj, Gino, most én mindenki hallgasson, vagy nem csinálok semmit. Elég, befejezni. Melyik kézzel? Mondom, érintse meg a paklit jobb kézzel. Rendben. Ennyi? Igen, vigye onnan a kezét. Lássuk. Ez itt a múlt. Ez itt a múlt, ami visszatér. A múlt vissza fog térni. Látok valakit a múltból, aki nagyon fontos magának. Visszatér valaki, sőt, mi több, most látom, hogy ez a valaki egy nő. Egy nő, akit nem tud elfelejteni. Jaj, ne kecsegtessen, hiú remények. De bizony. Nem, én találom ki, hanem a kártya mondja, megmondja világosan. Itt egy pillanat, tudám, egy kicsit felveszem, mert nem tudom visszajönni, üres a kártyám. Üres, háló? Walter, Inés vagyok. Nem zavarlak? Nem zavarsz. Vacsoráztál? Nem, még nem. És lenne kedved átjönni hozzám? Nálad vacsorázni? Persze, megyek. Indulok. Szia. Mennem kell. De hová? Norita maga zseniális. Komolyan, egy zseni. Majd zseniális, tényleg. Na, megyek. Minden jót, köszönöm. Minden jót. Ebbe meg mi ült? Mi baja van? Ezentől zseninek szólít. Ne szólítsatok zseninek, inkább viselkedjetek. Mi bajotok van? Mi neved van, Nora? Na, jól van. Elég, Ágír, elég. Maradj. Á, még ilyet. Azt hittem, az úr néma, és csak figyeli a kártyavetést. Igen, engedjük. Norita, most nekem jósolj, nem, elég ma most nekem, Hagyjatok magamra, legyetek szívesek. Milyen titokzatos ez az ember. Ha Ágére egyedül akar maradni, akkor egyedül hagyjuk, gyertek. Norita, szabarjuk. Köszönöm. Nincs mit Ágére kifelé. Szedjétek a lábatokat rajta, rajta. Jó estét. Jó estét. Jó estét. Hogy vagy? Jól.
Elmegyünk kávézni. Igen, menjünk. Tati! Tati! Igen, Pancsónál voltam. Figyelj, elmegyünk, megiszunk egy kávét. Vigyázol Pancsón? Igen, igen, ne igen. Aggódj, nem probléma. Kösz. Ha felébred, majd megnyugtatom, kitalálok valamit. Ne aggódj miatta, menjetek csak. Köszönöm. Telefonálok. Jaj, ó. Négy, három. A telefonszámom... Elfelejtettem a számot. Minden jót. Ez a tökéletlen Istenem. Na, hát visszajöttek. Jövök! Szia, Tati! Ezt a meglepetést! Hogy vagy? Jól. Laura, nincs itthon? Laura, ja persze, most ment el tángóval, beülnek valahová. Nem találkoztál nem, velük? Nem találkoztam. Biztos lépcsőn mentek mi? Megyek, sietek, szia. Hová? Már is elmész? Mi az? Maradj! Megyek. Ne, csak most jöttél, nem akarsz vacsorázni. Összeütök valamit, nehogy éhesen menj el. Hamburgert tettünk, azért van olyan olajszak. De van saláta is, ha azt kérsz, egy perc és na jó, megvárom Laurát, és addig szórakoztatlak. Jó. Jó? Kávét? Kávét? Olyat, mint a múltkor. Az jó lesz. Jól van, ízlet, ugye? Jó volt. Igen. Aha, anyámtól tanultam. Nagyon finom volt. Értem én, de nem mondhatom el Pazasszonynak az igazat. Nem lehet. Jaj, megint az a nő. Szeretném megismerni. A némaság megrémítette a nőt. Félt, hogy vége a cinkosságnak, a férfi édes mosolyának, az eres maszkulin jelenlétnek, amitől biztonságot érzett. Nagy biztonságot. Nem szól hozzám. És távolságtartó. És ez bánt. Bánt, komolyan. A közömbössége, érted? A távolság már kibírhatatlan volt. Emma a közelében akarta érezni a férfit. Az illatát. A napbarnított bőrét. Az a sajátos érzés öntötte el, amit szerelemnek szokás nevezni. De nem. Nem is enged a közelébe. Tudod, mit szeretnék? Nem. Visszahozni a gyerekkort. Bahiát. Jaj, Bahia, a mennyei boldogság. Bahia, a mennyei boldogság. Fú, olyan fiatalok voltunk. Nem voltak kétségek, problémák. De most is boldog lehetsz, Juan Manuel. Egy valamit kell tenned, döntést hozni. Döntést miről? Emma egész testét és lelkét átjárta a rettegés. Nem volt bátorsága elfeledni a múltat, és átadni magát a jövőnek. Nem. Nem merem megtenni, tudod jól. Az ember nem tudja, mit mer. Ne szalaszd el a boldogság lehetőségét, Juan. A szíved már régóta erre vágyik, csak eddig nem vetted észre. Így van. Jaj, Betánia. Jaj, édesem. Betánia. Édes szívecském. Bahia, a mennyei boldogság. Ő az? Betánia vagyok, Juan legjobb barátja. Jó barátok.
Nálam jobban senki sem ismeri Juan Manuelt. Nos, ez esetben nem zavarok. Ne menjen, kérem szépen, én megyek. Ne, kérem, ne menjen. Én csak azért jöttem, hogy nem lényeges, mindegy. Tehetek önért valamit, asszonyom? Manuel már igen? Késő mire? Nem. Ez a nő bizony féltékeny. Hogy? Jó. Panchito már alszik. Mint a bunda. Igen, nagyon fáradt szegény. Korán kell az iskola miatt. Azt hiszem, Laura minden reggel 6-kor kelti szegénykét. Nincs benne cukor. Nem baj. És te? Hogy vagy? Jól. Úgy értem, hozzászoktál már a nagyvároshoz. Néha elég nehéz alkalmazkodni, értem. Az igaz. És mostanában, nem tudom, sokat gondolkodtam, hogy mit kezdjek az életemmel. Bár szeretem a növényeket, imádom. De úgy érzem, mást szeretnék. Kicsit unatkozom. Igen, unatkozom. És mihez lenne kedved? Nem is tudom, talán testőr leszek, mint ti. Tessék. Testőr leszel? Miért? Igen. Ne? Miért ne? Nőkből talán nem lehet testőr. Te még kislány vagy, vert ki a fejedből. Vagyis bocsánat. Ne. Na jó, de arra gondoltam, hogy te talán felkészíthetnél a vizsgára. Nagy tapasztalatod lehet már. Vagy nem? Van képesítésem rá. Ó, értem. És szeretnék zongorázni, hát. Imádom a zenét, imádom. Arra gondoltam, hogy megtanulhatnék tőled zongorázni, mit szólsz? Ez már jobban hangzik, kérd meg az alattatok lakót, hogy tanítson meg, jó tanár. Nála tanultam. Igen, de úgy tudom, hogy nála sokat kell gyakorolni otthon is, úgyhogy talán tudnál ebben segíteni. Várj, ne haragudj. Mi ez? Most zongorázni akarsz, vagy velem menni? Ezt hogy érted? Hogy veled akarok? A szavaidból ezt vettem ki. Hát, én úgy értettem, hogy jó barátokként legyünk együtt. Persze. Barátok vagyunk. Persze, pont ezért. Persze. Későre jár. Mégis elmész? Igen, megyek. Jól van. Ész lett a kávé? Remek volt. Szólnál Laurának, hogy kereste? Igen. Igen? Kösz a kávét. Jó ét. Szia. Kikísérlek. Ki találsz egyedül? Walter! Ja. Nekem hoztad. Az összes eddig oda nem adott csokor helyett. Ezt a meglepetést. Hiányzott már, hogy valaki virágot hozzon nekem. Valaki vagy én? Jaj, Walter! De jó illatok jönnek a konyhából. Ma este én főztem. Remek, nagyszerű, levehetem ezt az zakót? Jó, na jó, köszönöm. Jaj, most meg borzongok. Bekapcsoljam a fűtést? Ne, nincs annyira hideg, szeszélyes az idő, és... Jól van. Örültél, hogy meghívtalak ma? Mondd csak, Inesz. Te is magányos vagy, mint én? Magányosabb. Te látod a gyerekeket. Te is látod Laurát. Igen, ez igaz. De akkor is magányos vagyok. Jó, hát kocincsunk előbb. Mire kocincsunk? Nikolászra. Hogy hallgasson a szívére, és bocsásson meg. Shhh!
Szia, barbédes! Rád várok, Gizsó, már egy órája várlak. Igen, tudom, ne haragudj. Ne haragudj, édes. Sajnos közben jött valami. Az edzőmmel vagyok, megbeszéljük a felkészülésemet a következő nagy amerikai bajnokságra. Szóval elutazol? Veled, édes. Tetszik az ötlet? Hát persze, hogy tetszik. Akkor jó. De mielőtt elmegyünk, összeházasodunk. Hallottad? Igen, hallottam. Nem is örülsz neki? De nagyon. Ha végeztem, érted, megyek. Csípd ki magad, jó? Mintha az olyan könnyű lenne. Mész valahová? Igen, Gizsó értem jön, elmegyünk vacsorázni. De ehetnénk itthon is, hármasban párolunk zöldséget, és közösen ügyködhet. Anya, előbb Nora ellenőrzött, most meg te. Nem ellenőrizlek, Barbie, csak vigyázok rád, jó? De nem akarom. Nincs mit tenni, most így lesz és kész. Nézzük, mit veszel fel. Ez az. Nézd meg ezt. Ez az. Pikántos. Pikántos, ahogy a Dajkád mondta régen, emlékszel? Rajta, gyerünk, gyerünk. Öltöz fel. Mi van itt? Jaj, micsoda rendetlenség, na gyerünk. Szia. Ne zavartasd magad. Jöhetsz, mehetsz. Amikor csak akarsz. Ott jössz be, ahol csak akarsz. Veszekedős kedvedben vagy? Nem hallom soha, hogy szia, pacsékó, hogy vagy? Mi van veled? Engem egyáltalán nem érdekel, mi van veled. Akkor jó, mert nem mondok semmit. Egyet akarok, tartsd magad a munkakörödhöz. Légy megbízható alkalmazott. Mi bajod van, miért vagy ideges? Nem jött el a barátod? Szállj le róla. Gizsó az edzőjével van. Az edzőjével? Ilyenkor az edzőjével? Ez a munkája. Éjjel-nappal edzenie kell. Főleg most, hogy versenyre megyünk. Te is mész? Igen. Á, jó, hogy mondod. Olvastam az Egyesült Államokról, és kicsit megijedtem. Úgyhogy neked is el kell jönned. Hogy vigyázz ránk. Az exed ott él, ugye? Elmehetnénk négyesben szórakozni. Jó, remek ötlet. Az exemnek tetszenek, Gizsó. Miért, teniszezik? Nem, de a barátod az esete. Ahogy én a tiéd. Qué falsedad la que engaña a todos en que... Na jó, remélem, hogy érted, jön a barátod. Szia. Álmos szépeket. Ki mondta, hogy lefekszem? Pacsékó! Hála az égnek, hogy csak jöttél. Mi történt? Be kell menned a kórházba, Santiago úr látni akar téged. Tessék. Rosszul van a nagypapa. Nem, angyalom, semmi gond, de szerintem nagyapádnak olyan unott volt a hangja, úgyhogy beszélgetni akar Nikolásszal. Ne? Új, Pacsikó, ez a legjobb éjszakai program. Jó szórakozást! De minden rendben? Ha? Tatu, nincs szükséged valamire? Nem azért kérdeztem, nem. Nem vagy buta, dehogy, csak a kislányom. Kiabál az apjával. Mi? Tessék, tiszteld jobban az apádat. Na hát, te, Tatu, nem szeretem, ha egyedül vagy otthon. Féltelek, ez minden. Jó, rendben. Nem zavarlak többször. Hívhatlak reggel?
Jól van. Nagy puszi neked. Felnőtt nő. Mindjárt kirepül, itt hagy minket. Nagy lánya, Gérve, egy hölgy. Nagyon nagy, Istenem, milyen nagy. Kész nő. Ez. Jó, hogy itt talállak. Mi a baj? Szeretnék megtudni néhány dolgot arról a... Miről? A barátnődről, aki meglátogatott téged, tudod, az a nő. Milyen az nő? A barna barátnő. Ah, Betánia, persze, Betánia, igen, a lelkitársam. A legjobb barátnőm, barátok. Ah, értem. Lelkitársak. Igen. Kagylóhéjból jósol. Igen. Úgy szeretném megtanulni a kagylójóslást, mindig is ez volt a vágyam. De... Talán ő megtaníthatna rá, nem? Nem, ő nem tanít, nem pénzt keres vele, neki ez adomány. És csak a jó barátainál és a rokonainál alkalmaz, a másoknál nem. Néha azt gondolom, nekem is van ilyen adományom. Igen? Igen. Akkor nem is tudom, talán áp, az asszony. Asszonyom, jó estét, mit hoz a sors, képzelje? Akire épp most mesélt nekem a kis Kebel barátnőjéről, aki kagylóhéjból tud jósolni. Jósnő. Ah, Kebel barátnő. Pontosan erről akartam beszélni, Agire. Nem vállal tanítást. Ezt mondtam Noritának az előbb. Nem vállal. Nem. Tényleg nem. Nem érdekel, hogy tanít-e vagy sem. Szeretném megkérni, hogy legyen szíves, ne folytasson viszonyt a házamban. Ha? Na de... Semmi de, Agire. Már megbocsásson. Szerintem ez nem helyén való, jó? De... a lelkitársam. A lelkitársam. Igen. Azt gondoltam, hogy nem zavarja önt. Elnézést kérek. Tévedett, Agire, tévedett, mert én zavar. Én visszavonulok a szobámba. Ne, maradj itt, Norita. Menj. Ha tényleg zavarja önt, akkor bocsánatot kérek. Millió bocsánatot kérek. Csak... Betánia fontos nekem, olyan, mint egy szellemi vezér. Szellemi vezér. Uh-huh. Értem, hát hogy ne. Eszembe jutott, mintha azt mondta volna, szó szerint idézem, nem született olyan nő, akivel képes lennék megcsalni a feleségemet. Mondhatok valamit? Mit? Már nem vagyok benne biztos. És most jobb lesz, ha elmegyek. Az apja odaadta. Tessék! Azt mondta, hogy... odaadta valakinek a gyereket. Mondd meg az igazat! Most megölsz. Sose tudod meg, hogy hol van a lányod. Megint, Pács? Most már biztos, de mi? Figyelj, nem tudom, megtörtént-e, de az biztos, hogy megfog. Jól van, de miről beszél? Mi másról, mint Agirréről és arról a nőről. Asszonyom. Lelkitárs, szellemi vezér. Megáll az ember esze ezzel a kinézettel, meg hajjal, és szellemi vezér. Ki hinné ezt el? Könyörgök. Elég a hazugságból. Jaj, asszonyom, könyörgök. Nem érdekel, minden teljesen világos. De könyörgök, nem érdekel. Ne kiabáljon! Szívecském, drágaságom. Jó estét. Na, mi történt? Hol van Gizsó? Felhívott, hogy mégsem tud jönni. Jaj, szegény kislányom. Ha nincs rám szükség, akkor kimennék. Kicsikém. Igen. Nem fogsz leszidni? Mi tört össze? Nem, semmi. Mondani szeretnék valamit. Jó. Az a helyzet, hogy én azt hittem, Pacsikóba vagy szerelmes. Érted? Sőt, mi több, láttam, hogy csókolóztok, érted? És most nem egészen értem, mi ez az állandó gizsó, nem értem. Találkoztunk, és aztán minden megváltozott. Értem. És ne tagad, hogy Gizsó jobb parti, mint Pacsikó anya. Abba nagyon boldog, örül a kapcsolatunk. Á, igen. Itt van apád. Sziasztok. Szia, Ale. Minden rendben? Hogy vagy? Éppen rólad beszélgettünk. Szia. Szóval arról volt szó, hogy Barbara azt mondta, nagyon,
Nagyon örülsz a kapcsolatának Gizsóval. Igen, így van. Rendes gyerek, szerintem Gizsóból jó férj lesz. Igen, de nem túl gyorsak az események. Szerintem nagyon kapkodnak, nem? Te így látod? Nem, Gizsó nagyszerű srác. Tisztességes családból származik. Szerintem a tulajdonságai alapján jó férj lesz. Tessék? Bocsánat, mit mondtál? Hallottam. Férj? Igen, így van. Te házasságra gondolsz? Ó, Eli, de Alejandro! Veszekedjetek már! Ja, mi volt ez? Ugyan már, ne fújd fel az ügyet. Gyere ide, ne veszekedjünk pár. Bocsánat, asszonyom. Bocsánat, uram. Csak azt akartam megkérdezni, lefeketek-e, vagy mennek valahová? Nyugodtan lefekhet a gérre. Az itt marad velem. Értem. Bocsánat. Jó éjszakát. Babi? Köszönöm, hogy eljött Pacheco. Beszélnem kell magával, az unokámról. Bocsánat, kisasszony. Nem tartózkodhat itt. Vége a látogatási időnek. Bocsánat, csak... Már megyek is. Bocsánat. Nem értem, mit szeretne tudni. Mindent, amit kell. Mert az unokám nagyon beteg. Ne féljen beszélni, Pacheco. Egyet akarok. Segíteni az unokámon. Ezért kérem, mondja el az igazat. Doktor úr, azt kérik, menjen át a sebészetre. Nincs mondani való. Higgy el. Jól van. De ha valami eszébe jut, szóljon. Imádom Barbarát. Roberto, én vagyok. Beszélnem kell vele. Egyedül te tudod a titkot. Segítened kell nekem. Nagyon nagy szükségem van most rá. És én megbízom benned. Anyád Mendózában van? Igen, üzleti útra ment. Egy divat bemutatóra Karolinával. Boldog volt. Jót tesz neki, mert állandóan a viszonyukon rágódik Juan Manuellel. Igen, de... én felnőtt vagyok, boldogulok egyedül, nem? Hát persze. Nincs semmi gond. Anya, felébredtem, nagyon rosszat álmodtam. Jaj, kicsikém, mennem kell. Jaj, szívikém. Mit álmodtál? Na, gyere, szívecském, gyere, beviszlek. Gyere, elaltatlak. Gyerekkoromban én is rosszakat álmodtam. Későre jár, úgyhogy muszáj mennem. Várj, szeretnék kérni valamit, mielőtt elmész. Ne kínozd Laurát. Nem érdemli meg, hogy tönkre tegyék. De ki vagy? Szóval megint. Áród már el, hogy ki vagy.
az egérre? Nem tud aludni? Nem. Á? Nem. Nyilván a lelkiismerete miatt, mert a rossz tettekért az ember megfizet. Elég, asszonyom. Tessék, mi elég? Komolyan mondom, nem... Nem látja, hogy nem bírom tovább. Talán nem érti, mire céloztam nemrég. Tudja, milyen érzés nekem? Azzal a teherrel élni, azzal a gondolattal, azzal, hogy hűtlen leszek-e. Életemben először érzek így, asszonyom. És esküszöm, nem tudom, mit csináljak. Szóval... Na jó, egérre... Igen, figyelek. Nem egészen értem, mire akar kiukadni. Próbálom elfojtani azt a vágyat, hogy hűtlen legyek. De az a baj, hogy nem bírom sokáig.